Jó estét kívánok, üdvözöljük Önöket a Dominó társaságában ma este is. Galló Béla, Nagy Csaba, Szabados Krisztián. Tettünk ugyan egy fogadalmat az utóbbi két hétben, hogy amíg a választásokig el nem érünk, addig nem beszélünk külpolitikáról, mert hiszen mi lehet izgalmasabb annál, mint ami itthon történik. De hát azért azt hiszem, hogy nem kell olyan szigorúan tartanunk magunkat, mert mégiscsak történnek fontos dolgok a világban. Azt gondolom, hogy például az, hogy a Obama egészségügyi reformtervezet átment végül is a szenátusban, az azért egy nagyon jelentős, hát egyrészt győzelem, Obama személyes győzelme, másrészt pedig azt hiszem, hogy közel sem ilyen egyszerű azért a helyzet, nagyon sok aggály fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban, és nem szabad elfelejteni, hogy nemhogy a republikánusok közül senki nem szavazta meg, de még a demokraták között is voltak, akik erre nem voltak hajlandók, úgyhogy ahogy mondani szokás, cipőkanállal ment át végül is ez a törvény. Ti hogy látjátok, hogy ez Obama belpolitikai helyzetén mindenek előtt javít-e valóban, vagy pedig tovább fokozza a problémákat? Hát szerintem az volt a legfontosabb ebben a szavazásban, hogyha a kudarcot vall Obama, akkor mint elnök vall kudarcot. Tehát a politikai programjának a legfontosabb elleme akadt meg, és valószínűleg nem lett volna más választás Obamának, mint lemondani, mint elnök, vagy valamilyen más eszközzel keresztül venni ezt a reformot. Úgyhogy ez mindenféleképpen Obama számára egy politikai túlélés jelentett. Az, hogy ezt sikerét tudja kovácsolni, maga a tény, hogy átment a képviselőházon ez a szavazás, ez a törvény, az egy pillanatnyi siker, de az igazi politikai siker akkor lesz, hogyha az egészségügyi reform működni kezd. Na most ezzel kapcsolatban ugye még hát várnunk kell legalább egy-két évet, hogy lássuk, hogy hogyan működik ez a reform. Ugye 32 millió amerikai kap egészségügyi biztosítást, akinek eddig nem volt. Ennek mindjárt lesznek költségei. Tehát azt gondolom, hogy inkább túlélés volt, mint politikai siker Obama számára. De nem túlzás azt mondani, hogy ha nem sikerült volna, akkor le kell mondania. Hát erre nem igen volt még példa az amerikai történelemben. Hogy de mit tett? Tehát ez volt a problémának a középpontjában. Hát elkönyvelte volna, hogy szeretett volna megoldani valamit, amit nem sikerült. Végül is most is vannak, akik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen még egy nyitott kérdés. Ugye ez a reform, ez 2018-ig húzódik el, tehát ebből is látszik, hogy nem egyszerű dologról van szó, nem hogy egy-két év alatt nem lehet nyélbe ütni, hanem hát ennyi idő kell hozzá. Iszonyatos pénzt emészt fel, 940 millió dollárt. Milliárd dollárt, igen. Tehát tulajdonképpen azt hiszem senki nem tudja, hogy ez a mélységesen eladósodott amerikai költségvetés ezt hogy fogja kiheverni. Vannak, akik még persze azt mondják, hogy a megtakarítások olyan tetemesek lesznek ennek következtében gyógyszer meg egyéb fronton, hogy végül is nulszaldós is lehet. Tehát nagyon szélsőséges vélemények vannak ennek a sikerét illetően, vagy a kockázatait illetően. De hát mondom, olyan erős az amerikai társadalomban magában az ellenállás ezzel szemben, mert ugye az amerikai mítosz az, hogy gondoskodj magadról. Tehát igen. Nem, nagyon sokan ezt egyszerűen a szocializmus betette a lábát című fejezetként értékelik az amerikai politikát. Hát azért ezek erősen túlzó és nem is túl okos vélemények. Az biztos, hogy a megvalósítása ennek a reformnak a számos kérdőjelet vett fel, akár gazdasági, akár társadalomlélektani oldalról nézzük, de az is biztos, hogy ugye Obama ezzel a keresztülvitt szándékával ugye a nagy demokrata elnökök sorába illeszkedik. Ugye ennek van egy előtörténete az amerikai történelemben, sokan próbáltak már ehhez hasonló egészségügyi reformot, de Obamának most legalábbis politikailag és formálisan sikerült. Az, hogy ha nem sikerül, lemondott volna, az találgatás szerintem, Krisztián, mert én most hirtelen visszaemlékszem az amerikai közelmúlt történelmére, akkor nem nagyon találok erre példát az amerikai történelmére, hogy valaki azért, mert egy választási ígéretét nem tudta beváltani, bármilyen fontos is volt az természetesen, akkor hirtelen lemondott volna. Ez nem az amerikai demokrácia működésmódja szerintem legalábbis. De az egy igen érdekes kérdés, hogy az amerikai társadalom ezt hogyan fogja tolerálni hosszabb távon. Mert valóban az amerikaiak rá vannak egy ilyen self-made man életmódra szocializálva,
De hát ezt már több sebb érte, nem csak az egészségügyi reform miatt, hanem ugye az elmúlt évek pénzügyi válsága is ugye megingatta ezt a dolgot. Tehát ez egy bonyolult kérdés, én úgy látom, hogy valóban politikailag ez nincs lefutva, de azért vannak tartalékai még Obamának ebben az ügyben, az amerikai társadalomban, nem tudom, hogy a szenátusban, meg a képviselőházban igen, de ott biztos. De Obama megválasztásakor három keserves feladat állt előtte, abból egyet magának kijelölt, kettő pedig volt. Hát kitaláljátok, ugye a keserves az az egészségügyi reform, az első, amit ő talált ki magának. A másik kettő pedig a háború befejezése és a gazdasági válság valamilyen módon, amerikai módon történő enyhítése. Ami a programot illeti, nyilvánvaló, hogy előny az, hogyha egy elnök másfél évvel a megválasztása után egy olyan programot el tud fogadtatni, aminek van kifutása a saját elnöki periódusán keresztül, és levegőt kap ahhoz, hogy belekezdjen a másik kettőbe. Mert azért akármennyire is nem a törvényhozáson múlik csupán, de azért az a kivonulás majd Irakból, illetve az afganisztáni háború, az meg fogja terhelni, és nem is beszélve az egészről, hát az egészet ágyazzuk be abba a gazdasági válságba, amelyik egyáltalán nem mellékesen magát az egészségügyi reformot is jelentősen befolyásolja. És azt hiszem, hogy a gazdasági válságnak talán volt szerepe abban, hogy sikerült elfogadtatni ezt a törvényt. Tudnélik, ugye ez az amerikai álom, amiről beszélünk, hogy az amerikai középosztály mindig is úgy képzelte, hogy ő megkeresi azt a pénzt, amiből gondoskodhat saját magáról. Ez az utóbbi években, és a gazdasági világválság ebben erősen besegített, nagyon komolyan megkérdőjeleződött. Egyszerűen azáltal, hogy az egészségügyi kiadások növekedtek folyamatosan, tehát egyre drágábbak lettek a gyógyszerek, a kórházi ellátások, a jövedelmek viszont csökkentek, illetve nagy lett a munkanélküliség. Az alsó középosztály egyre kevésbé engedhette meg magának a biztosítást, vagy nem azt a fajta biztosítást, ami igazán jelentett volna valamit. Úgyhogy itt egyszerűen előállt egy olyan szociális probléma, társadalmi probléma, amire az amerikai társadalom eddig nem volt felkészülve lélektanilag, de most legalábbis nagyon sokan kezdték érezni, hogy itt valami változás állt be, hogy az amerikai kapitalizmus nem az, ami a régi. És egyszerűen már nem lehet azzal elintézni a dolgokat, hogy aki dolgozik, az meg is keresi azt a pénzt, amire a saját ellátására kell, mert egyrészt nem mindenki tud dolgozni, enyhén szóval, másrészt aki dolgozik, sem feltétlenül keres annyit, hogy ebből telne neki. Tehát egy illúzióval az amerikai társadalom azt hiszem szegényebb lett. Van ennek az egészségügyi reformnak azért egy nagy veszélye, az, ami már Európában bebizonyosodott, hogy a nagy társadalmi segítő programok, tehát ahol nagyon sok költségvetési pénz megy bizonyos rétegek általános támogatására, ott, hát hogy finoman fogalmazzak, ott nagyon sok pénz el tud úszni úgy, hogy nincs mögötte semmi. Tehát igazán az amerikaiakat az izgatja, hogy egész idáig befizettem, kapok érte. Mostantól hatalmas pénzeket kap egy olyan réteg, amelyik kap is, meg nem is, de a lényeg az, hogy a valamit valamiért elve a sérülni fog, és innentől kezdve úgy, ahogy ugye szó volt róla, Béla is mondta, ez a fajta gondoskodj magadról, és az Isten is, meg az állam is megsegít elv, sérülni fog. És itt, ahol ilyen pénzekről van szó, és ennyire megfoghatatlan mindaz, hogy miért kapják, ebben nagyon sok lesz. Hát itt belép a szolidaritási elv, hát ami nem volt jellemző Amerikára ebben az értelemben, hogy én azért fizetem az adómat, hogy valaki más kapjon belőle. Pontosan. Ez, igen, ez eddig nem így működik. Ezt hívják szocializmusnak, igen, tehát ezért a jelzőkénk kedvéért, elmondom, nem értek egyet a felvezetőddel, és inkább értek azzal, amit Csaba mondott, hogy itt az igazi probléma nem az, hogyha nekem 1000 milliárd dollárt valaki adna, én is el tudnám költeni egészségügyi reforma nagyon vidáman. Az a kérdés, hogy ebből lesz-e valami. Tehát, hogy ezt értelmesen költik el, vagy pedig ugye a gyógyszergyártó cégek oda mennek majd a különböző politikusokhoz, megvesztegetik őket, és aztán majd ugyanolyan drága marad az egészségügyi ellátás, csak most az adófizetők pénzéből fogják fizetni, nem pedig a újraosztás révén, nem pedig úgy, hogy az ember, aki dolgozik, pénzt keres, befizeti az adót, és fizet magának privát egészségügyi biztosítást. Hát jó, igen, de azért tegyük tisztában már fogalmakat, ne haragudj, Tamás, hogy közbevágtam. Tehát szocializmus és a kapitalizmus között az a különbség, hogy a tulajdonviszonyokhoz merőben másként viszonyulnak. Ennek az egészségügyi reformnak a kapcsán erről szó sincs. Magát a szolidaritás elvét és a szociális gondolkodás elvét annak idején Bismarck találta ki Németországban, többek között, és vitt át a gyakorlatban, akit csak felszéllel lehet szocialistának nevezni. Tehát azért lehet dobálózni szocializmus meg ilyen olyan
olyan szavakkal, de ez abszolút nem illik rá Amerikára. Itt egyszerűen, amit Tamás is mondott, hogy itt egy, a szolidaritás elv és a mesztelen profit elvnek egy olyan egészségesebb vegyülékét akarják most ott kialakítani. Hát meg fogjuk látni, hogy az amerikaiak ezt lenyelik-e, de minden esetre ugye az tény, hogy 32 millió amerikai jut új típusú biztosításhoz, ebből az állam a nagyon szegényeket államilag támogatja, egyébként a versenyelv is megmarad, mert állami biztosítási tőzsdék fognak versenyezni a biztosítottak kegyeiért, hát ez nagyon messze van a szocializmustól, nincs szó vissza államosításról. Hát meg én azt gondolom, hogy itt nem lehet a dolgot azzal mérni, hogy ez lehetőséget ad a korrupcióra. Hát a korrupcióra sajnos látjuk nap mint nap, minden a világon lehetőséget ad. Tehát nem azon méretik egy szociális rendszernek a sikere, vagy lehetséges sikere, hogy hozzáférhet-e ott a korrupció különböző válfajaihoz, akár az orvostársadalom, akár a biztosító. Nem, én ezt nem úgy gondoltam, hogy ez fog történni. Azt mondom, hogy a múlt tapasztalatai azt mutatják, lásd Magyarország, ahol az állami egészségügy van, és ez egy masszívan korrupt rendszer. Tehát de ez nem állami egészségügy lesz Amerikában egyébként, ez messze van még az államitől. Igen, de így van, de ami Magyarországon az kifejezetten állami egészségügy, és ez masszívan korrupt rendszer. Magyarországon nincs magánegészségügy. Az állami egészségügyi rendszer az a magánegészségügyi rendszer, a hálapénzen keresztül, meg az orvosok különböző trükkjei keresztül. Tehát... Na de legyünk őszinték, most már ugye messze vezet ez az egész kérdés, most nem akarjuk ma megtárgyalni a magyar állami egészségügy helyzetét, de az sem azért korrupt, mert attól, hogy állami törvényszerűen korruptnak kell lennie. Többféle állami rendszer elképzelhető. Ha egy olyan állami egészségügyi rendszer van, amiben az orvosok például alulfizetettek, és ezt senki nem tagadja, akkor eleve nem lehet kétségbe vonni a paraszolvencia jogosultságát. A paraszolvenciát egyfajta korrupciónak lehet felfogni, de ezen lehetne elvileg változtatni. Attól, hogy egy rendszer állami, még meg lehetne fizetni a benne dolgozókat. Sok mindent lehetne még tenni. Én azt gondolom, hogy a korrupció az akármilyen szisztémában dolgozik egy rendszer, mindenképpen egy lehetőség, és feltehetően egy, hogy mondjam, bűnüldözői beavatkozást igényel. Tehát a társadalmi erkölcsöket megjavítani azáltal, hogy valamit nem államivá teszünk, hanem magánosítjuk, nem tudjuk. Sőt, azt hiszem ellenkező. Ezzel vitatkoznék. De a dolog lényeg akkor is az, hogy szerintem egész Európára, sőt az egész világra hatással lehet az, hogy ez a rendszer, ez milyen irányban indul, eldőle az a kérdés, hogy működik, vagy nem működik. Ha az Obamféle egészségügy működik, ha mégiscsak létezik egy olyan rendszer, ahol állami pénzeket szolidaritás alapon belefetszolnak, és az működőképes, akkor azért ott sok mindent, nem csak ott változtat meg sok mindent, hanem még nálunk is, az európai gondolkodásban is, mert hogy nálunk meg nem működik. Itt megint a kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez már működött egy pár évtizeden keresztül Nyugat-Európában de is. Ott ugyanaz a probléma. Nyugat-Európában ugyanazokkal a gondokkal találkoznak most, mint hát igen, amióta a neoliberalizmus dogma eluralta a világot, azóta valóban mindenki arra segíts magadon, és az állam se segít meg, meg az Isten se segít meg elvre alapul. Hát, van például egy fontos része ennek az amerikai törvénynek, megtiltja a biztosítóknak, hogy válogassanak a biztosítottak között. Tehát nem lehet arra való hivatkozással valakit nem biztosítani, hogy a biztosítónak ez már nem elég előnyös, ami eddig például egy bevett gyakorlat volt. Hát azért lássuk be, hogy ez például fontos eleme egy ilyen törvénynek. Hát még mi elnézést, mint az autókötelező biztosítása, ugye? De hát ez egy teljesen természetes dolog. Tehát... Igen. Jó, hát... Az egész rendszer az a probléma, hogy nem találták fel azt a matematikai modellt, amelyel ezt bármilyen szinten működhetővé lehetne tenni. A probléma az, hogy az emberiséget, a fejlett országok lakossága folyamatosan öregszik, nem fiatalodik, ez egyre nagyobb tereket túl az államra, vagy a privát egészségrendszerre, a gyógyszerek kutatási költségre egyre magasabb. Tehát az egész rendszer matematikai, közgazdaságilag nem finanszírozható, sem az állami rendszerben, sem a privát rendszerben. A nyugdíjrendszer az más, mert arra van matematikai modell, amivel lehet működtetővé tenni. Az egészségügyi rendszerben kéne egy Nobel-díjas tudós, aki majd felfedezi azt, hogy hogyan lehetne egy normális rendszert kialakítani. Jó, de azzal gondolom, ti is egyetértetek, hogy a Tigetos megoldáshoz nem kéne vissza. Na jó, hát ugye mindennel elérkezünk Magyarországhoz, ezzel a témával is elérkezhetünk, mert mondjuk látok olyan választási plakátokat a legnagyobb ellenzéki pártól, hogy mentsük meg az egészségügyet. Bocsánat, nekem rögtön mindig az jut eszembe, hogy szerintem az embereket kéne megmenteni, nem az egészségügyet, én engem mindig ez jut az eszembe erről. Az igaz. Hát, hogy
A beteget, jó, igen. Hát nyilván ők is így értik, legyünk jó indulatúak, csak hogy ugye ott tartunk, hogy van egy tulajdonképpen félre sikerült egészségügyi reform kezdeményezés, amiből igazából ahhoz képest nem lett semmi, mint amit szerettek volna. Mindenki tudja, hogy ehhez az egészségügy, a magyar egészségügyhöz hozzá kell valahogyan nyúlni, nem feltétlenül úgy, hogy abból egy magánbiztosítási rendszer jön létre, már vannak, akik azt mondják, hogy ez előfeltétel volna, de abban szinte mindenki megegyezik, hogy például ez a 160-170 kórház, ami Magyarországon működik, ez mindenképpen sok, be kellene zárni, jó néhányat közülük, mondjuk 40-50-et kellene jó esetben meghagyni, és az embereknek meg kellene barátkozni azzal a gondolattal, hogy 30-40-50 kilométert, vagy esetleg még többet kell utazni egy kórházba, de abban a kórházban, ha elmennek, akkor még az is lehet, hogy meggyógyítják őket, ellentétben azokban a kórházokban, amik közel vannak most ugyan a lakóhelyükhöz, csak éppen nincsenek kellőképpen felszerelve, és lehetetlen ilyen mennyiségű kórházat olyan szintű ellátásra berendezni, mint amire szükség volna. Na ez például kiderül, ugye, hogy ezzel már a Fidesz kormány is foglalkozott elméletileg, csak aztán nem vágott bele, hogy itt lépni kell. A szocialista liberális kormány sem tudta ezt megoldani. Nagy csinadratában végül bezártak 4 vagy 5 kórházat. És most megint ott áll a helyzet, hogy a választások után a nagy ellátórendszerek reformja nélkül nem fog menni a dolog. Ha például ugye az Orbán kormány azt akarja, hogy a valuta alappal és az unióval újra tárgyalhassa a konvergencia programot, magyarán a hiánycélt, akkor ugye hozzáértő közgazdászok azt mondják, hogy ezt egyetlen módon teheti meg, ha olyan strukturális reformokat ígér, amelyek ugyan kezdetben költséggel járnak, tehát a hiány valamivel el lehet engedni, de utána, mondom idézőjelben, hogy garantáltan visszahozza ezt a pénzt, sőt megtakarítást eredményez, úgyhogy például az egyik ilyen kihívás lehet az Orbán kormány számára, egyebek között, hogy valamit kezdjen megint csak az egészségügy. Van néhány probléma, sok probléma, amit a szocialista-liberális koalíció hagyott az Orbánékra, de ez olyan, amit ők maguknak kreáltak. Tehát az egészségügyet egy olyan helyzetből kell helyrehozni, amit tulajdonképpen az előd valamilyen módon ezt a reformot elkezdhette volna. Az orbáni politizálás szerintem ezt a helyzetet súlyosabbá tette, tehát most szembesülniük kell saját magukkal. De ezzel együtt én nekem az a véleményem, hogy általánosságban is van egy politikai elvezérelv, ami látható, hogy a Fideszt és személy szerint Orbán Viktort ez irányítja. Mindenképpen olyan fajta politikai tőkét, bizalmat akar kapni, ami pénzben nem kifejezhető, de időben igen. Tehát nyilvánvaló, hogy mindaz, amiben ők, amit ígérnek és amiben bele akarnak fogni, hát ezek, hát hogy is mondjam, csak emberpróbáló dolgok, és nagyon valószínű az, hogy ezért születnek meg ezek a 6 év, 10 év, 15 éves távlatok, mert nyilvánvaló, hogy ezeket nem lehet fogyasztói, szavazói, szavazók által felmérhető időperióduson belül megtenni. Tehát nekem az a véleményem, hogy mindenképpen egyfajta olyan erős szavazói bizalmat, hátteret szeretnének szerezni, ami időben lehetőséget ad nekik, hogy ne kérjék rajtuk számon túl gyorsan mindazt, amit ígértek. Hát meg kéne az orvosokat és a betegeket győzni erről, mert ugye... Én ezt most általánosságban... Igen, de hát ugye a Gyurcsányféle elszántságnak az egyik legnagyobb akadálya, ami az egészségügyre vonatkozik, az volt, hogy azt az orvostársadalommal szemben, meg a betegekkel szemben akarta, vagy legalábbis nem tudta velük megértetni azt, hogy miről van szó. Tehát akarni nem elég, a kivitelezésre is kell. Az orvostársadalom most megint csak a saját lázadásával szembesül. Tehát valószínűleg az orvostársadalomnak az a része, amelyik szembeszállt Gyurcsánnyal, most kénytelen megadni a laufot. De az orvostársadalom szerintem politikailag is, meg szociológiai értelemben is megosztott. Egy vezető kórházi főorvos vagy vezető, az nem ugyanazzal a problémákkal küszködik, mint a kezdőorvos, és a régi reform, mármint a gyurcsányi reformnak sikerült egybekovácsolnia ezt az orvostársadalmat, és ezek egyöntetően léptek föl, néhány kivételt eltekintve. De ne arra ugyatok, azt mondom, hogy nem az orvostársadalom problémáját látom most itt a legfontosabbnak a jövőre nézve, vagy a közeljövőre nézve, hanem ugye azt, amiről te beszélsz általában, hogy a Fidesznek szüksége volna egy türelmi időre, de nem 100 napra, hogy ugye mondani szoktuk az új kormány megalakulása után, még csak nem is 200 vagy 300 napra, hanem tulajdonképpen évekre, hiszen most már arról beszélnek, hogy nagyarányú adócsökkentés azonnal nem lesz, hanem majd 2011-ben lesz új
lehetőség a új költségvetésben. Annak a hatásai jó esetben 2012-ben lesznek érezhetőek, tehát legalább másfél-két év eltelik úgy, hogy a helyzet nem javul, inkább még egy kicsit romlani fog. Kérdés az, hogy a szavazói bázis, amelyik azért legyünk őszinték, hogy most csodát vár minden fronton a Fidesztől, annak ellenére is, hogy most már a Fidesz nagyon óvatos és mindenben visszalépett, és már nem ígér igazából semmit, de azt is halkan. Ugye? Ennek ellenére a több éves propaganda megtette a hatását, lényegében mindenki azért, aki a Fideszre szavaz, azért szavaz a Fideszre, majd ők rendbe teszik az országot. Ehhez képest felhívják a figyelmet utóbbi időben a legkülönbözőbb fórumokon elemzők, hogy emlékezzünk vissza, hogy milyen hamar lehet elveszíteni ebben az országban a bizalmat. Fél év elég ahhoz, hogyha egy szavazói kör nem látja beváltottnak az ígéreteket, hogy kiábránduljon azokból, akiket előtte akár istenített. Csak kérdés, hogy utána, mármint a kiábrándulás után kibeszered bele, mert ugye azért a közeljövőnek ez a legnagyobb kérdés. Én azzal egyetértek, hogy számos banánhéjon elcsúszhat nagyon hamar az Orbán kormány, csak hogy akkor utána a tőle elpártoló szavazók hova, ki tudja ugye becsatornázni, hogy ez a szörnyű szóval élek, és hát ugye itt jön az örökös félelmünk, meg gondolom a józan embereknek a félelme, hogy a Jobbik fogja ezt meglovagolni, ezt a lovat. Igen, a konkrét példa arra, hogy milyen gyorsan lehet elveszíteni a népszerűséget, az Medgyessy Péteré. Ugye talán légeznek a tévénézők is, hogy 2002 őszén az MSZP megnyerte az összes helyi választást, az önkormányzati választást. Piros volt az ország, fél év múlva Medgyessy Péter népszerűsége a békafeneke alatt volt. De ugyanezt Gyurcsány is elmondhatja magáról, mert hasonlóképpen járt. De mondjuk a Gyurcsány 2006-ban ugye ígért és nem osztogatott, Medgyessy Péter osztogatott is, tehát elköltött 900 milliárd forintot, és annyit ért, hogy fél évig szerették az embereket. Magyarán nem. Itt két baj van, de majd beszéljünk erről a reklám után. Az egyik baj, hogyha beváltja egy kormány, amit ígér, a másik, ha nem váltja be. Nemzeti konzultáció, közpénzért hazugszó. Kórház helyett ezt kapod, dögő, megoszti jó napot, de jó. Ugye milyen jó, neked így a jó. Tehát ott hagytuk abba, hogy két esetben támadhatnak problémák egy új kormány számára, ha beváltja, amit ígért a kampányban, illetve ha nem váltja be. Ezt mutatta legalábbis Medgyessy és Gyurcsány esete az elmúlt években. Úgyhogy tulajdonképpen az Orbánék előtt valóban nehéz időszak áll, és ahogy Béla már megjegyezte, ilyenkor az a félő, hogy itt például most nem az fog történni feltétlenül, hogy az őszi önkormányzati választásokon majd a baloldal fog aratni, hanem nagyon elképzelhető, hogy a Jobbik fog aratni, hiszen a Jobbiknak lesz lehetősége arra, hogy a parlamentben ugyanazt a demagógiát folytassa tovább, amit most a választási kampányában is folytat, csak most nem az MSZP-vel szemben, hanem már szinte egyedül a Fidesszel szemben, méghozzá meglehetősen kiméletlen. Hát verseny lesz a Jobbik és az MSZP között demagógiában. Tehát azt gondolom, hogy az MSZP arra készül, teljesen joga, hogy visszaadja a Fidesznek ezt a 8 évnyi demagógiát, amit kapott tőle, és gyakorlatilag amikor a Fidesz azzal szembesül, hogy egészségügyi reform nincs kórházbezárás nélkül, akkor most nem a Fidesz politikusai fognak tüntetni a kórházakért, hanem az MSZP politikusai. Igaz, hogy lesz egy versenytársuk, majd Jobbik is ott lesz mellettük, és majd el kell dönteni a szavazónak, hogy az MSZP támogatja, vagy pedig a Jobbikot. De az biztosnak vélem, hogy vagy biztosnak tartom, hogy a Fidesz számára egy óriási nagy dilemma lesz, ahol népszerűség nagyon gyors elvesztése. Most kondicionálják magukat a Fidesz politikusai arra, hogy fél év múlva minket ezek az emberek, akik most tapsolnak nekünk, nagyon fognak utálni. De Isten igazából én azt gondolom, hogy a Fidesz politikusai nincsenek erre felkészülve. Tehát Orbán Viktor is, emlékezzünk, amikor miniszterelnök volt 98 és 2002 között,
abban a pillanatban, amikor a népszerűsége csökkenni kezdett, egy teljes gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtott, egy ilyen osztogató gazdaságpolitika állt át 2000-ben, gondolva, hogy majd ezzel fogja javítani a népszerűségét. Most az az Orbán Viktor, aki most Magyarország második legnépszerűbb politikusa, választások után valószínűleg a legnépszerűbb politikus lesz. Azt látja, hogy fél év alatt elolvad ez a támogatottsága, ez a népszerűsége. Ezt lelkileg hogyan fogja feldolgozni, és hogyan fog arra reagálni, az még egy kérdés. Lehet, hogy már tanult. Igen, de gazdasági lehetőségei igazán nem lesznek, hiszen mindenki megegyezik abban, és most már a Fidesz közgazdásai se nagyon mondanak mást, hosszú idő után kezdenek végre átállni egy racionálisabb kommunikációra, hogy egész egyszerűen nem arról van szó, hogy az IMF vagy az Európai Unió, tehát nem a nemzetközi pénzügyi szervezetek fogják betartatni velünk ezt a bizonyos konvergencia pályát, hanem az úgynevezett piacok, a befektetők. Tehát egyszerűen, ha nem tartjuk magunkat a pályán, azon a pályán mégpedig, amit Bajnai jelölt ki, akkor a forint árfolyama zuhanni kezd, a befektetések elmaradnak, és ez a kormány lényegében egy év leforgása alatt, ha nem is de jure, de facto megbukhat. Uh-huh. Tehát egyszerűen nincsen mozgástér. Igen, csak ugye az a kérdés, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy ezek a mostani választások, ezek azért nem olyanok, mint az előzőek, mert itt sokkal nagyobb a különbség a versenyzők között, hogy ez a minőségi különbség, ez nem érvényesíthető lesz a ciklus logikán belül is. Tehát lehet, hogy most nagyobb lesz a laufia az Orbán kormánynak, hiszen egy olyan trauma következtében kerül hatalomra, ami lehet, hogy az embereknek a bizalmát azt talán tovább biztosítja. Hogy aztán ezzel tud-e élni, azt én nem tudom megmondani. De bennem az egy erős kérdőjel, ugye, hogy meddig tud eljátszani olyan játékokat majd az Orbán kormány, amivel azért az embereknek a figyelmét egyrészt leköti, meg visszautal a múlt hibáira, meg különböző trükkök vannak erre. És abban én majdnem biztos vagyok, hogy az Orbán hangsúlymódosulásokkal és más ideológiai papírba csomagolva, de hát ugyanazt fogja csinálni, amit a Bajnai kormány csinál, mert hogy egy magyar kormány más csináljon igazából, mint amit eddig csinált, ugye, akármelyik kormány, ahhoz a nemzetközi feltételrendszernek kellene úgy megváltoznia, hogy itt a mozgásterünk hirtelen más koordinátorrendszerben kezden el működni, tehát itt inkább az szó, hogy melyik ujjamat harapja meg, de hogy ebben lesz-e neki nagyobb mozgástere, mint általában a miniszterelnököknek szokott lenni, azt nem tudom. Egyébként visszatérve még egy pillanatig Megyesi Péterre, hogy a Megyesi Péternek is a népszerűség vesztése a szokásos ciklus logikán belül érvényesült annak idején, hát egy vagy két évvel esett le a népszerűsége, és utána rögtön el is távolították. Nem, egy évvel, a forint vásárolt. És utána rögtön el is távolították a hatalomból őt, ugye koalíciós partner segítségével. Na ez az, amit Orbán Viktorral nem fognak amit megtenni. Nem fogták, igen. De én azt gondolom talán, hogy ugye Orbán előtt leállna még legalábbis elméletileg egy lehetőség, szüksége volna a parlamentben ellenzéki oldalról szövetségesekre ahhoz, hogy ezt a programot keresztül vigye, támogatottságot szerezzen, akár a Jobbikkal szemben, amelyik továbbra is ugye követelni fogja maga a populista módján mindazt, amit nem lehet megtenni a gazdaságpolitikában. És akkor kérdés az, amiről már persze beszéltünk eddig is, hogy hányosztatú lesz ez a parlament. Ha 5 párt kerülne be a parlamentbe, akkor nagyobb játéktere volna az ellenzéknek is, de még azt kell mondanom, hogy a Fidesznek is. Mert ha az LMP-vel, az MDF-vel és a szocialistákkal kellene szembenéznie, de másképp persze, mint a Jobbikkal, akkor akár normális józan programokhoz szövetségest is találhatna bennük. Na most a kérdés az, hogy ez a helyzet a mostani ismereteink szerint előállhat-e? Hogy látjátok ti a kispártok esélyeit? Még egy pillanatra csak a kispártok előtt hagyj térjek vissza. Van ugyanis egy kettős anomália abban, ami vár bennünket a következő 4 évben feltehetően. Ugye abban nincs vita, hogy a józan megfontolás az diktálja, hogy az Orbán kormány sikeres legyen. Mert ha az Orbán kormány sikeres, akkor az ország kikecmereg ebből a bajból. Sőt, én még azt is mondanám, hogy még a szocialista pártnak is az az érdeke, hogy az Orbán kormány sikeres legyen. Ugyanis azzal az ellenzéki retorikával, amivel most ő jön, azzal ő meg tud élni, de akkor is az az érdeke, hogy az ország maga sikeres legyen, mert van 4 éve arra, hogy majd felépítsen egy ellenzéki politikát. De nem érdeke, hogy ne az legyen. Kinek érdeke, hogy ne az legyen? A Jobbiknak érdeke. Persze. Tehát érdekes módon az egyetlen párt jelen pillanatban, akinek az az érdeke, hogy Orbánnak ne sikerüljön, ez a Jobbik. És akkor itt jön a második anomália.
hogy politikailag viszont Orbánéknak a Jobbikra van szüksége, vagy lehet, hogy szüksége lesz a kétharmados törvényekhez. Mert ehhez viszont politikailag már az MSZP nem adhatja az arcát. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. És még valamiért szüksége lehet a Jobbikra sajnos. Ugye, amit szintén szokás hangsúlyozni, csak talán nem eléggé, hogy a Fideszben, a Fidesz bázisnak egy nagy része lelkében jobbikos. Tehát Orbán nem teheti meg, hogy olyan keményen forduljon szembe a Jobbikkal, mint amilyen keményen egyébként rákényszerül, hogy szembe forduljon vele, muszáj, önvédelmi reflexből, ha másból nem. Tehát szinte megoldhatatlan ellen, vagy feloldhatatlan ellentmondás ez, hogy éppen a saját bázisa miatt nem tehetné, de a saját hatalmának a megtartása miatt viszont keményen fel kellene a Jobbika lépnie minden lehetséges rendelkezésére álló eszközre. De most egyébként az MSZP némely politikusa elősegíti a Fidesz kétharmados győzelmét, mert szerintem a már nyilatkozatai, mert ugye az a éca, hogy az az ötlet, hogy az Orbánt és a vonát probléma nélkül azonosítsák, és Orbán vona tengelyről beszéljenek, azt szerintem éppen azt segíti elő, hogy ezek az általad is említett, még hezitáló jobboldali radikális szavazók, azok inkább a Fideszhez húzzanak át, hiszen ha az Orbán Viktor még a szocialisták szerint is ugye elég radikális, akkor nyilvánvaló, hogy egy hezitáló szélsőjobb szavazó az inkább azért Orbánra szavaz, hiszen ott érzi a nagyobb erőt. Tehát én ezt tehát mondta, az MSZP taktikai okokból dicsérni kéne Orbánnak a Én úgy gondolom, hogy az MSZP-nek régóta, meg az MSZP kampánystratégiáinak régóta a Fideszen belüli megosztottságra kéne rájátszani, nem pedig arra, hogy összemossák az, ami egyébként, hát lehet, hogy időlegesen összemosható, de hosszú távon abszolút nem jön be ez a számítás, de ez persze nem én vagyok a kampánystratéga. Én annyiban másképp látom, hogy nem az a mondjuk vitán felüli helyzet, hogy az MSZP össze akarja mosni a Jobbikot a Fidesszel, hanem az kétségtelen, hogy azt hangoztatja, hogy ugye két olyan jobboldali párt kerül majd be a parlamentbe, amelyel szemben szükség van egy úgynevezett demokratikus ellensúlyra, mert hogy kételyek merülnek fel mind a Fidesz, mind a Jobbik demokratikus voltával kapcsolatban. És akkor most nagyon finoman fogalmaztam, mert hát a Jobbikkal szemben nem kételyek merülnek fel, hanem hát ez egy ténykérdés, hogy nincs olyan megnyilatkozásuk szinte, amit a demokrácia keretei között el lehetne fogadni. A Fidesz pedig nagyon sok olyan megnyilatkozást mondhat magáénak, amire szintén ráillik. Már nagyon sok ilyet idéztünk, tehát nem szeretnénk most visszatérni Fidesz idézetekre, de hát az az igazság, hogy attól, hogy most a Fidesz úgy érzi, hogy legfőbb ellenségévé, ellenfelévé a Jobbik vált, attól nem lehet semmissé tenni azokat az elmúlt éveket, amikor maga is megengedhetetlen módon beszélt és viselkedett, és a demokratikus közbeszéd minden normáját megsértette. Tehát ennyiben az MSZP-nek azt gondolom, hogy igaza van, és lehet persze azt mondani, hogy nem taktikus nem tenni meg a megfelelő különbséget a Fidesz és a Jobbik között. Én azt gondolom, hogy meg kell persze tenni, de azért annak is van létjogosultsága, hogy hát azért, hogy mondjam, azt mindig hozzátesszük, hogy nem látni a Fideszben azt az ideológiai elszántságot, amivel a Jobbikot próbálná meghatározni. Figyeljétek meg, hogy a Fidesznek egyetlen olyan megnyilatkozása, egyetlen vezető politikusának sincs, amelyik a Jobbikot alapvető ideológiai posztulátumaiban támadná meg, amelyik kimerné mondani, hogy itt egy rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő, antiszemita, cigány gyűlölő pártról van szó. De hanem mindenféléket mondanak rájuk, nagyon enyhe megfogalmazásokat, például, hogy ez egy olyan zavaros, meg rendezetlen, meg ilyen-olyan párt, ami hát mondjuk eléggé mulatságos, hogy ilyen jelzőket használni a Jobbikra. Tehát rettenetesen vigyáznak attól, hogy egyértelművé tegyék a saját különállásukat, és hogyha ezt ők nem teszik meg, akkor nehéz elvárni az MSZP-től, mint ellenféltől, hogy éppen ő tegye meg. Persze, csak hát az elég kemény szavakat használnak a Jobbikkal szemben, és az is igaz, hogy a szavazat maximálási szempontból pedig a Jobbiknak azokra a hezitáló radikálisaira, akiről az előbb is beszéltünk, még szükség van. Tehát itt a kampány logikán belüli állásfoglalásokat azért mindig módjával kell kezelni, de hát meg fogjuk látni, hogy milyen eredményt ér el a Jobbik a választásokon, milyen eredményt ér el az MSZP, és milyen eredményt ér el a Fidesz. Tehát itt azért az arányoktól sok függ.
és az előbb a Krisztián olyan adottnak vette, hogy az MSZP hogy fog viselkedni majd a ellenzékben, hát meg kell várni, hogy milyen lesz az MSZP a választási eredmények után, ugye az is egy nyitott kérdés. Igen, mert valóban van egy olyan forgatókönyv, ugye, hogy az MSZP kis párttá fog válni a választások után, és darabjaira fog esni, vagy pedig darabjaira szedik majd szét. Az igazság pillanata egyébként most már hamar eljön. Tudom, hogy itt szoktunk tippelni, meg illik, nem tudom. Én most azt érzem, hogy az utóbbi időben egyre valószínűbbé válik, legalábbis a jelekből ítélve, a Fidesz kétharmada segítség nélkül. Tehát azt gondolom, hogy ha ez bekövetkezik, akkor sok minden, amiről itt beszélünk, tulajdonképpen fölösleges, mert a Fideszre hárul mindaz, ami a kétharmados többséggel jár a parlamentben. Nem érted, hogy mindaz a felelősség. Itt van az a felelősség, sőt, onnantól kezdve, ha nincs koalíciós kényszer, már nincs is kivel megosztani. Uh-huh. Tehát onnantól egy nagyon egyszerű képlet van, amit a Fidesz akar, azt elfogadja, ha bejön, bejön, ha nem jön be, egyedül övék. Na most arról beszélt, hogy a kis pártok szerepe, a kép megint csak tisztul, nagyon nehéz most bármit mondani, ugyanis az MDF helyzete teljesen kérdéses. De azt gondolom, hogy a kis pártoknak, ha a Fidesz kétharmada megvan, akkor, ahogy én ezt korábban is elmondtam, csupán annyi szerepe van, hogy bent vannak és láthatóak. És van esélyük arra, hogy megerősödnek. Egyébként a parlamenten belül egy kétharmados Fidesz többség esetében igazándiból nincs jelentőség. Igen, de most azt látjuk, hogy az MDF ugye hát erősen kétséges, az LMP-t is azért látom kétségesnek, mert ugye, amiről nem szokás eleget beszélni, hogy a 176 választó körzetből az LMP 91-ben tud jelöltet állítani, az MDF is 100 körül vagy 100 alatt. Ez azt jelenti, hogy a majd visszaosztott töredék szavazatoknál nem tudnak eleget kapni ahhoz, hogy ezen a mondjuk úgy, hogy vígasszágon jussanak be igazán a parlamentbe. Tehát az ebben a magyar választási rendszerben mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogyha valaki nem tud mind a 176 körzetben jelöltet állítani, akkor a listái, területi listái hiába vannak meg. Ez nem elegendő ahhoz, hogy matematikailag a végül jól járjon. Tehát ebből gondolom én azt, hogy itt, amit már egyébként máskor is mondtam, hogy ilyen 7-8% körül ez a két párt elvihet a semmibe szavazatokat, ami akárhogy nézzük, mégiscsak a jobb oldal ellenzékénél fog hiányozni. A másik probléma pedig, amit látok, én nem tudom, ti találkoztatok-e ezzel, a Figyelő neten található egy nagyon érdekes interjú. Nyikos László egykori állami számvevőszéki elnök helyettessel készült, aki belépett a Jobbikba, és a 18. helyen képviselőjelöltje a Jobbiknak. Hát ez már önmagában elég furcsa, hogy egy ilyen doktor-doktor, ahogy mondani szokták, közgazdász, magasan kvalifikált egykori állami vezető kifejti azt, hogy egyedül a Jobbikban látja a garanciáját annak, hogy az állami vagyonnal majd elszámolnak. Ő ezt 20 éve itt tragikusnak látja, hogy ez soha nem történt meg. De idáig még azt mondanám, hogy rendben van, de amikor olyan kérdéseket kap ez a hangsúlyozó magasan kvalifikált értelmiségi, hogy hát nem zavarja-e, hogy a Jobbik rasszista, homofób, antiszemita, stb. Kijelentéseket tesz, és ezzel kampányol, akkor teteti, én azt gondolom, hogy teteti a meglepetet, és azt mondja, hogy ugyan már, hát az, hogy egy kampányban mit mond egy párt, hát az nem számít. Na de hát ő ott fog ülni a parlamentben, kérdezik tőle, és fogja hallgatni ezeket a fajta kirohanásait ennek a frakciónak, mit fog ehhez szólni? Ugyan már, hát egy parlamenti frakcióra most ráhúzni azt, hogy mit mondanak a kampányban. Tehogy is, és én különben se azért szerződöm, vagy arra szerződöm, hogy ezzel foglalkozzam, én egy közgazdász vagyok. Azért mesélem ezt csak el, mert rendkívül aggasztó szimptomának látom azt, hogy megindul a Jobbik felé egy olyan fajta értelmiségi, hát most túlzás azt mondom, hogy áramlás, de valamilyen fajta ér azért mégiscsak, ahol olyan emberek, akiknek a képzettségük, az ismeretanyaguk, a műveltségük, minden, hogy mondjam, azt kellene, hogy magával hozza, hogy pontosan tudják, hogy itt miről van szó, hogy milyen pártról van szó, azok megpróbálnak úgy tenni, minthogyha fogalmuk erről nem lenne. Ez mindennél veszélyesebb, azt gondolom, társadalmilag, és megint rettenetesen hasonlít a két világháború közötti jobboldalnak a lassú szélsőségességi válásához, vagy nem is olyan lassúhoz, mert ez egy
magyar értelmiségi betegség, hogy megpróbálunk a szakpolitika mögé bújni, és nem észrevenni, vagy nem tudomásul venni az ideológiai métejt. Na de Tamás, ugye az említett túr erre egy példa. Én úgy gondolom, hogy a Jobbiknak eleve már kiinduláskor egy komoly értelmiségi bázisa volt. Hát persze, maga Morvai Krisztina, és ugye hát azért legyen bármi róla a véleményünk, de hát azért egy értelmiségi asszonyság. A másik az, hogy ugye szintén szociológiai felmérések mutatják, hogy a fiatal értelmiség, sőt az egyetemista értelmiség, tehát hogy is mondjam, az értelmiségi bázis tekintve nem állnak rosszul már abóvó, de az, hogy ilyen régi pozícióban lévő és igen magas állami pozíciókat betöltő emberek most hirtelen oda sereglenek, ez azért tényleg egy érdekes dolog. Hát ez nem azt mutatja, mindaz, amit most felsorolsz, hogy a társadalmi immunitás elképesztő mértékben lecsökkent Magyarországon. Tehát egyszerűen felnőttek úgy, és felnőnek úgy nemzedékek, hogy minimális történelmi, eszmetörténeti ismereteik nincsenek, és nem működik bennük a vészcsengő. Ez teljesen így van, csak úgy gondolom, hogy minden választási ciklust, illetve minden választási szituációt le lehet írni egy-két ilyen szociálpszichológiai fogalommal. A jelenlegi, én úgy írnám le legalábbis így most hevenyészve, hogy a düh, tehát az elkeseredettség, az indulat és az ebből fakadó düh, illetőleg a félelem. Ez a két nagy kampánystratégia, ugye a Fidesznek, meg a Jobbiknak, tehát akik ugye az elmúlt 8 évet most kritizálják, azok csak a dühre appellálnak, semmilyen racionális megfontolásra nem. Az ellenoldal pedig ugye megpróbálja azokra a félelem dolgokra fölhívni a választók figyelmét, amire persze nehéz, mert ahogy te is mondod, meg mindenki mondja, hát ennek a történeti megalapozottsága és az elmúlt 20 év oktatási politikája, vagy oktatáspolitikája miatt igen nehezek a körülményei. Hát és igen, most választási kampányban történelmi szemináriumot tartani elég reménytelen. Az már régen rossz, hogyha de ott kezdik. Ez az idézet, amit mondtál, ugye a kollégáim elnevezték a Political Capitalnél a Jobbik Urbán Lászlójának, mert emlékszünk arra, hogy a híres Orbán László híres mondatára 98-ban, amikor azt mondta, ugye, hogy egy dolog a kampány ígéret és egy dolog a kormányzás, és egy másik dolog a kormányzás, és aztán vissza is mondták a pénzügyminiszteri jelöltségét. Most ugye ez történt gyakorlatilag, egy ember azt mondta, hogy figyelj, kampányban mondunk sok hülyeséget, aztán majd amikor kerül kormányzunk. Hát ez a politikai cinizmus, ugye, amit minden egyes politikai párt ajánlózó Magyarországon. Igen, csak azért én nagyon erős különbséget tennék aközött, hogy valaki arra hivatkozik, hogy egy párt mondjuk egy közgazdasági képtelenséggel kampányol, Istenem, majd a kormányra kerülnek, elfelejtik. Vagy tesz egy ígéretet, egy szociális ígéretet, amiről előre tudjuk, hogy nem tudja beváltani. Ez egy dolog. Én ezt se tartom természetesen tisztességesnek, és azt gondolom, hogy a politikai erkölcsnek kell működnie ilyen téren is, de ezt tudomásul veszük, és kevésbé aggódunk emiatt, mert ezt meg lehet szokni, meg be lehet kalkulálni, mint amikor valaki azt mondja, hogy azzal nem kell törődni, hogy van egy párt, amelyik minden kampány rendezvényén a legalpáribb, aljasabb módon úszítja a társadalom egyik felét, vagy nagyobbik felét társadalmi kisebbségek ellen, a legobszkurusabb módon, a legnyilvánvalóbb történelmi reminiscenciákat keltve. Tamás. Ez borzasztó, ez teljesen más, mint az általános kampányhazugságok. Bocsáss meg, de ebben az esetben a Jobbikot be kell tiltani. Ha azt mondod, hogy ez történik a Jobbik rendezvényén, akkor ez egy alkotmányos párt, akkor ezt be kell tiltani. Ezt senki nem teszi meg. Hát igen, ez sokan mondják egyébként. Amíg nincs betiltva, amíg nem lép fel vele szemben senki sem jogi eszközökkel, addig ennek a pártnak joga van beszélni, és addig ennek az értelmiségnek, amiről te beszélsz, joga van bedugni a fejét a földbe, és azt mondani, hogy Azt nem gondolom, hogy joga van, vagy hogy legalábbis erkölcsi alapja van. Például ennek az értelmiségnek észre kellene venni azt, hogy van itt egy betiltott magyar gárda, amelyik annak ellenére, hogy minden jogi kritériumát kimeríti a betiltottsága, hogy ilyen szépen fogalmazzunk, nyugodtan grasszál az országban, részt vesz a választási kampány rendezvényein. De azokat az embereket, akik közül például Nyikos úr is való, ez a legkevésbé nem zavarja. De megint csak az történik, hogy ha az Orbánék azzal kérkedtek, hogy az ő idejükben ők érvényt tudtak szerezni a törvényeknek, és nem grasszáltak fasiszták Budapest utcáin, az igazi kihívás az lesz, hogy vajon számukra ezek a törvények, ezek ugyanazt jelentik-e, mint amit nekünk most jelent. És ebben csak a józan erőkre támaszkodhat. Na de azért pillanatáljunk meg, a Vona Gábor IVIV oldalának feltörése nem azt jelzi, hogy a Fidesz éppen
törvényes eszközökkel próbál majd fellépni Jobbikkal szemben. Jó, hát egyelőre azt sem tudjuk, hogy bármilyen eszközzel fellépe és milyen mértékben, de amint ezt Csaba találóan megjegyezte, most már nem kell sokat aludnunk ahhoz, hogy lássuk, hogy mi történik a választások eredményeképpen. Jövő héten mi minden esetre megint itt leszünk, és remélem, hogy önök is. Köszönöm szépen ma esti szíves figyelmüket, tehát jövő héten a Dominó Társaságában várjuk önöket, viszontlátásra.